Én egyáltalán nem értek a gazdasághoz, de vannak, akik igen, és szerintem érdemes őket meghallgatni arról, hogy milyen folyamatok zajlanak most a világpolitikában. Szabó Balázs és Balázsi Zsolttal egy nagyon érdekes beszélgetés van. Nekik van amúgy egy saját podcastjuk, ez a Hold Podcast, és illetve ez egy blog is. Ők beszélnek többek között Kínáról, az elektromos autókról, a migrációról, a német gazdaságról, a magyar gazdaság helyzetéről, és szóba kerül Szerbia csatlakozása is. Szervusztok! Hello! Üdvözlünk mindenkit! Én azzal szeretném kezdeni, hogy a világgazdaság egy nagyon komplex dolog, és én nekem pedig nagyon kevés fogalmam van róla, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó műsor lesz, mert nagyon őszinte naív kérdéseket tudok föltenni. De az egyik első kérdésem az azzal kapcsolatban van, hogy ugye nagyon nagy toposz mostanában az, vagy az elmúlt 10 évben az volt nagyon sok irodalom, ilyen ezzel foglalkozó irodalomban, hogy Ázsia, Kelet-Ázsia mennyire nő föl, különlegesen Kína. De közben pedig az is egy állítás, hogy a világgazdaságban, főleg ennek a két nagyhatalomnak, Kínának meg Amerikának egyre több gazdasági összeköttetése van. És nagyon interdependens, hogy mennyi igaz abból, hogy Kína tényleg egyre nagyobb szerepet tölt be, illetve hogy ez hogy aránylik az Egyesült Államok szerepéhez. Hogyha... Én ezt szívesen elkezdem, én is köszöntöm a hallgatókat. Tehát ugye a nagyságrendekre könnyebb először is válaszolni. Ugye mindig azt lehet nézni, hogy van egy országnak egy lakossága, Kínának 1,4 milliárdos lakossága, az USA-ban laknak 330 millióan, és akkor meg lehet nézni, hogy egyfőre jutóan ugye ki mekkora gazdasági értéket teremt. Na most a USA száma az ma 5-szöröse, 6-szorosa egyfőre jutóan a kínaiaknak. Ugye itt a közgazdászok mindig hozzáteszik, hogy de az árszínvonallal korrigálni kell, hogy lehet, hogy dollárban 5-6-szor annyit állít elő egy átlag amerikai, mint egy kínai, de valójában, mivel Kínában olcsóbbak a dolgok, ezért arra kontrollálni kell, és akkor így már csak mondjuk 3-szoros lesz a különbség, hogyha erre kontrollálunk. Tehát hogy egyfőre nyilván nagyon nagy, hogyha úgy nézzük, hogy nominálisan, tehát hogy kiállít dollárba többet, akkor még mindig egy ilyen 40%-kal az USA nagyobb, mint Kína. Viszont hogyha az árszínvonal is korrigálunk, akkor már a kínaiak egy kicsit nagyobbak, mint az amerikaiak. Viszont ez egy több faj felosztása a világnak. Tehát az Egyesült Államok az nem önmagában van. Egyesült Államok az egy nagy szövetségi rendszer része. Tehát amikor azon izgulunk, hogy mondjuk ilyen ábrákat szoktunk látni, hogy Kínában már mennyivel nagyobb, többet exportálnak mondjuk Afrikában, mint Amerikából. Ez nem érdekes, mert minket az érdekel, hogy a nyugati civilizáció mennyit exportál Afrikába, és ahhoz képest Kína még mindig parányi. Tehát, hogyha most az Amerikához mérjük, akkor már lehet mérni a kettőt, de az Amerika az nem önmagában van. Amerika az Nyugat-Európával van, Amerikának Mexikó, Kanada is a barátja, Ausztrália is. Tehát, hogy ez egy fals felosztása a világnak az, hogy országokra koncentrálunk. Valójában Kína eléggé egyedül van. Tehát ugye Kínát én nem tudom, hogy vannak néhány érdekszövetségesebb pillanatnyi ideig, de én nem tudnék egy olyan tömböt mondani, ahol Kína ne egyedül a katonai fenyegetésével érne el befolyást, vagy esetleg a gazdasági, nem tudom miével, zsarolási potenciájával. Tehát míg az Egyesült Államok, az mindenki örül annak, hogyha valahogy a nyugati civilizáció az, ami hát mondjuk a második világháború után, hogyha az szabadított föl téged, ugye? Tehát mindenki ennek örült, hogyha nem a Szovjetunió szabadít föl, hanem a nyugatiak szabadítanak föl. És ez igazából nem nagyon változott ma se, és most egy kicsit talán Kína. Jó, azért találunk néhány országot, ami Észak-Korea vagy Irán, az sokkal inkább kereskedik Kínával, meg néhány afrikai ország. De igazad van, tehát szerintem is az igaz, hogy kínai tömbről még nehezen beszélhetünk. Kína azért egymagában is nagy, és szerintem nem azt kell csak megfogni, mennyi mindent mi importálunk onnan, és ők mennyit exportálnak. Ugye ez a nagyobb száma, ők adnak el nekünk többet, mint fordítva, hanem hogy mit, és mi az, amikben függők vagyunk tőlük, ez a kérdés. És egyébként, ha ezt lebontanák, akkor azt lehet mondani, hogy hosszú távon egyébként egészen kevés dologban vagyunk függőek, de rövid távon meg nagyon sok mindenben függők vagyunk. És akkor elektromos autótól a napelemig, ugye ez a két legismertebb iparág, amiben most nagyon függők vagyunk, meg nyilván egy csomó olyan iparág van, meg olyan alkatrész, meg olyan, nem tudom, ásványkincs, amit most nem is tudunk elmondani. Én is azt gondolom, hogy a világ abba az irányba megy, most ez talán egy nagy ugrás, hogy ez a két ország olyan szempontból szakad le egymásról, Kína meg az Egyesült Államok, hogy amilyen kulcskérdés, azt megpróbálja az Egyesült Államok és szövetségesei megcsinálni maga, és ráadásul nem eladni csúcs technológiákat Kínának, tehát nem segíteni ezekben, cserébe nem függővé, vagy nem függőnek maradni Kínától. És van egy csomó, tehát most egyszerűsítek, tehát a kínai kacatot a mindenféle internetes oldalakról megvásárolhatod, és az jöhet, és jönni fog, és
igazából ott én nem látom, hogy annak változnia kéne, mert ez nem az stratégiai kérdés, hogy én gumikacsát vehetek a Kínából. Kínaiak is örülnek, hogy ők eladhatnak nekünk gumikacsát, meg örülünk, hogy gumikacsát vásárolunk. Tehát azt gondolom, hogy szét kellene szálazni azt, hogy lássuk. Tehát én nem egy olyan világra számítok, hogy egyébként teljes leválás van, hanem stratégiai kérdésekben leválás van, és csomó mindenben meg nincs leválás. És ehhez még egyet, hogy két mondatot az ide hozzá. Tehát az, hogy jelenleg mi a gumikacsa, 10 év múlva már a elektromos autó, az összeszerelt elektromos autó is gumikacsa lesz, a napelem is gumikacsa, tehát a napelem az már gumikacsa. Az egy borzasztó környezetszennyező szerelési, gyártási folyamat végén létrejövő valami, tök egyszerű, igazából az, hogy ott olcsón gyártják elő, és nem törődnek a környezetszennyezéssel, azt tette olcsóvá, és szorította ki Európából az európai napelemgyártást, de valójában az is már egy gumikacsa. Tehát, hogy az, hogy elektromos autó, az már, hogy 10 év múlva lesz gumikacsa. Szerintem a napelem sem gumikacsa, és az elektromos autó 10 év múlva nem lesz, de bele mértünk egyet. Akkor 20 év múlva, tehát, hogy mint hát ahogy, nem tudjuk, hogy ez 20 év múlva, de azért ez egy fontos dolog, mint ahogy az elektromos. Gumikacsa lett az összes olyan autó, amit most Kelet-Európában szerelnek össze. Most mindjárt kiterhetünk az autóiparra, csak két dolgot hadd hozzak be. Most a gumikacsákról beszéltünk. Engedjük meg a műsorvezetőt. Helyére tettük a gumikacsákat. Az autóipar is előjött a gumikacsák mellett, hogy nemrég olvastam egy egyáltalán nem gazdasággal, hanem ilyen geopolitikai kérdésekkel foglalkozunk könyvet, amit 93-ban egy amerikai ilyen neokon szerző írt, egy 93-as könyv, ahol egy olyan hisztérikus, ilyen, van egy fejezet, aminek az eleje egy ilyen hisztérikus félelem, hogy Japán gazdaságilag mindjárt leelőzi az Egyesült Államokat, és halálkész amerikai autógyártás vége, stb. Ez a 80-as éve. Ő aki, hát 93-as éve, is lehetett terülni. Igen. Hogy ez a kérdés valójában, hogy ez egy ilyen jellegű hisztini Amerikában, amit hallunk, mind a Biden, mind pedig a, vagy most már Kamala Harris, mind pedig a Trump külpolosaitól, mert őket inkább tudom, mint a gazdaságpolitikusaik, mint mondanak, azt nem értem, hogy ez egy hisztérikus dolog-e, vagy ennek van egy valós érdemi része, hogy kereskedelmi háborút kell folytatni, mert különben valami rossz történik. Ezt most hadd kezdem, tehát nagyon szeretem, hogy a hiszti szó a te szádból került elő, nem az enyémből, én ezt nagyon sokszor alkalmazom, és igenis, és nagyon nehéz leválasztani. Tehát az, hogyha mindig ugyanaz a hisztéria van, akármi történik, tehát amikor a japánok bementek az Egyesült Államokba, az Egyesült Államok gazdaságának borzasztó jót tett. Tehát ami történt, jöttek a jobb és olcsóbb autók. Ez történt, és az amerikai autók, a General Motors, a Ford, és a Chrysler 90%+-ról lement 50%-ra a piaci részesedése, verseny lett a piacon, a fogyasztó választott is. Tehát borzasztó jó volt, és ment ugyanez a hisztéria. És azt nem tudjuk, ugye, és azt most kitalálni, hogy itt most mennyire valós geopolitikai aggodalmak vannak emögött, mert akkor is volt, tehát akkor is közölték, hogy tisztességtelenül gyengítik a jent a japánok, és azért tudják ezt csinálni. Most, de ugye, és most valósabbak a problémák, azt hisszük, de sose tudjuk kitalálni, hogy mi lesz a megoldás. Tehát én emlékszem arra, hogy nem menjünk vissza annyira, hanem menjünk vissza 20 évet a időben, és akkor ugye az amerikai think tankeknek az volt a megoldásuk Kínára, hogy szépen elkezdjük integrálni a nyugatba. És akkor demokrácia lesz. És akkor egyre gazdagabbak lesznek, és akkor majd kikövetelik maguknak a demokráciát. Tehát ez is egy ugyanolyan félremenő megoldás, ahogy azt hiszhetjük, hogy most ez sem lesz egy valós megoldás, mert most honnan tudják, hogy mi lesz Kínában 20 év múlva, és hogy ez a megoldás, viszont a hisztéria az mindig fix, és ezért szoktam én általában a hisztériából kiindulni, hogy az biztos. Jó, hát én ugye másképp látom, tehát szerintem ugye az a nagy különbség Japán meg Kína között, hogy Kína az egy potenciális ellenség, ezt most lehet szépíteni. De akkor Japán is az volt. Nem, Japán nem volt az. Hát most Japán katonai értelemben egy szövetséges ország volt már igazából a második világháború. 25 éve korábban ölték egymást a japánok és az amerikaiak. Tehát, hogy a hisztériát pont ez okozta. Most ja, ugye ahhoz képest 25 évvel, az is 35, de igen. Vagy 45 hát inkább. Miről van az 1 évet, az már 90. Nem a 80-as. Nem, a 93-at idézd. Szerintem térjünk a lényeg részére. Szerintem nagyon más, tehát katonai értelemben óriási különbség van. Van egy közvetlen potenciális konfliktus, ami kapcsán a Tajvan szigete kapcsán ugye ez felmerülhet. Tehát azt gondolom, hogy én visszautalok arra, amit az előbb mondtam, hogy ezt úgy lehet kezelni, tehát az nem hisztéria, hogy azt mondod, hogy egy potenciálisan ellenséges országtól nem akarsz függeni. A gazdaságodnak a kulcspontjai ne függjenek. Szerintem, ha tömegével elektromos autót adnak el a kínaiak, és annak minden adata és minden, ami hozzájuk kapcsolódik, azt használják az amerikaiak vagy az európaiak, az egy potenciális kockázat. Most nagyon messze mentünk a saját holdas podcastunkba, ugye a
izraeli csipogók, vagy hát libanoni csipogókról, ugye Hezbollah-os csipogókról ugye sokat vitatkoztunk, mint konkrét példa, ahol egy ilyen egészen durva történet zajlott. Most én nem gondolom, hogy a kínai autókban bármiféle bomba lenne beépítve, csak azt akarom mondani, hogy egy potenciálisan ellenséges országnál nem akarsz ilyen típusú kitettséget. Gumikacsát hangsúlyozom, bátran vehetsz a potenciálisan ellenséges országtól. És szerintem ez zajlik ez a folyamat, én nem gondolom, hogy az amerikaiak ebben, nem tudom, nem tartom hisztériának ezt a kockázatkezelést. Az egy tényleg érdekes kérdés, hogy ez a folyamat, ez hogyan halad tovább. Azt gondolom, hogy egyébként, ha tippelnem kéne, hogy halad-e tovább, akkor igen, halad tovább. Tehát ugye, amit angol ez a decoupling szó, tehát ez a két gazdaság, ez szépen kapcsolódik le egymásról. Ugye most, ha Trump megnyeri az elnökválasztást, akkor valószínűleg gyorsabban, mint hogyha Kamala Harris nyeri az elnökválasztást, de igazából mindkét út oda vezet, hogy ez a két ország ez valahol idővel leválik egymástól. Ha Kína potenciálisan demokrácia lesz, amit most nem látunk, vagy nem tudunk elképzelni, nem tudom, 20 év múlva mi lesz, akkor nyilván akkor az egész kérdés, azt gondolom, hogy másképp tevődik fel. És akkor még egy dolgot hagy mondjak, a hisztériáról. Szerintem az hisztéria inkább, hogy ez a Kína beéri az Egyesült Államokat, vagy ugye adott árszínvonal mellett már ugye be is érte. Nem per fő, hanem hogy nem mivel ott háromszor annyi alaknak, ezért. Így van. Tehát reál értelemben csak háromszor gazdagabb egy amerikai, de négyszer annyi vannak a kínai. Most egyszerűsítsünk, és ezért már nagyobb az ország összességében. De hogy egyébként Kínának olyan demográfiai problémái vannak, ugye itt most szokás mostanában ilyen évszázados vestéseket csinálni, meg ilyenekről beszélgetni, akkor azt tudom mondani, hogy 2100-ra van olyan vestés, hogy Kínában 6-700 millióan lesznek, az USA-ban meg mondjuk 500 millióan. Tehát a migráció az nagyon sokat magyaráz majd abból, hogy a következő évtizedekben egyébként melyik gazdaság nő jobban. Egyszerűen ahol többen vannak, és azok jobban képzettek, akkor az a gazdaság nagyobbat nő. Az USA az éven terül, nem tudom, 0,5%-ot a nettó migráció. Kínában ugye nincs ilyen értelemű migráció, tehát ugye ott oda nem, jelen pillanatban még egyre nincsenek, akik tömegével Kínát választanák, hogy oda költözzenek, vagy egyáltalán ezt tehetnék. Cserében nagyon rossz a demográfiája. Tehát, hogyha most ugye arról beszélünk, hogy 1,4 milliárd mondjuk ugye India és meg Kína, és akkor Indiára a vestés az nem tudom, hogy lesznek Indiában valaha 1,5 milliárdan, vagy annál is többen a csúcson, és akkor utána kezd majd elcsökkenni, tehát az még nagyon messze van, Kínában meg már elindult a csökkenés. Tehát, hogy igazából ugye mindig az volt, hogy mikor éri be egyébként nominális értelemben is Kína az USA-t, most már az sem biztos, hogy beéri valaha, mert hogy egyébként ezek a folyamatok annyira ellentétesen hatnak a két ország között, illetve a kínai növekedés és számok egyfelülten is ugye sokat romlottak az elmúlt évben, ugye nagyon gyengül a növekedés. Tehát én inkább ezt tartom hisztériának, ezt a keletiek azok így kihasítják az óriás szedet a világgazdaságból, és akkor nem tudom, ők lesznek a nagyhatalom. Igazából szerintem a reális vesztések azok nem ezek, de hangsúlyozom, a migrációt kell pontosan megérteni, amit meg nagyon-nagyon nehéz. Én vitatkoznék csak egy mondatban, hogyha viszont úgy számítjuk a nyugati világot, hogy egyben is azt mondjuk, hogy van keleti világ, ami értem, hogy valójában nincs, mert India meg Kína között területi konfliktus van valójában, és ezért nem tudnak szövetségesek lenni. De hogyha úgy nézzük, hogy összességében Kelet-Ázsia, mint földrajzi régió, mekkora részt fog kiszakítani a világgazdaságba 2100-ben, akkor azért, mert Kínával ellentétben Tájföld, Vietnám, meg a Fülöp-szigeteknek a lakossága viszont nő, akkor ez arányaiban tényleg nő, ami szerintem egy természetes dolog. Nincs ez semmi probléma. Igen, csak ez a lényeg, hogy igazából ez nem biztos, hogy... Tehát ott majd lehet, hogy Kelet-Ázsiában ez meg valószínűleg geopolitikai konfliktusok lesznek, ez ugye most is vannak, és valószínűleg lesznek is, de hogy egyébként önmagában mi itt Magyarországon vagy Európában, nekünk az probléma, hogy Kelet-Ázsia általában véve nagyobb szeletet hasonlít ki az egészből. Én azt gondolom, hogy reméljük, hogy olyan világ lesz, hogy nem. De hát miért lenne az? Hát könyörgöm, hát én mondom, nekem van. Mert ha egy ellenséges ország, tegyük fel, hogy Kína az lesz, és egyedül lenne, de nem mindegyik, azt mondom, hogy nem lehet mindegyik. Tehát ez a lényeg, hogy én nem vagyok ilyen szempontból pessimista, mert Kína nem fog akkorára nőni önmagában, és... Jó, tehát hagyjuk a víziókat. Azt látom, hogy van egy dél-koreai telefonom, dél-koreai autóm. Dél-koreai egy szövetséges ország. Így van, tehát az is Ázsia. Ugye az is Ázsia, amitől most félünk valami. Én nem félek dél-koreától, nem félek. Na, de hát... egy másik ország. Értem. Igen, csak de hogy szerintem itt csak hogy próbálunk egyről beszélni, hogy az ugyanúgy egy nagyon divers hely, ahol nagyon sokféle rendszer van. Indiáról már nehezebb elmondani, hogy ellenséges vagy baráti ország-e. Tehát nehezebb bekategorizálni ebbe a kategóriában. Így van, de igen, talán nem is kell erről így gondolkodni. És reméljük, hogy Kína se lesz ellenséges ország, tehát arra még mindig jó esély van, azt gondolom. Jó. Oké, akkor egy konkrét kérdés, és akkor visszatértünk a gumikacsa autó vonalon. Tehát, hogy a von der Leyen elnökasszony bejelentette egy
először egy tavalyi, aztán most újra beszédében, hogy az Európai Unió védővámokat fog kivetni a kínai autókkal, elektromos autókkal szembe. Hogy ez helyes dolog-e, és előfordulhat-e az, hogy egy neoliberális gazdasági establishment a védővámok mellett fog érvelni? Hát jó, most akkor megint visszatérünk, hogy gazdaságilag nem helyes, gazdaságilag ez probléma, és a kérdés az, hogy geopolitikailag ez a jó megoldás, erre az a válasz, ami fogalmuk sincs, csinálnak most valamit, mint ahogy 20 éve azt mondta az Egyesült Államok think tankje, hogy majd demokrácia lesz Kína, mert ha meggazdagodik, most azt mondja, hogy az a módja annak, hogy Kínát izoláljuk, hogy védővámokat vetünk be ellene, de hogyha az ember belegondol, hogy vajon Kína inkább lerohanja Tájvánt, vagy kevésbé akkor, hogyha gazdaságilag el van izolálva, szerintem az a válasz, hogy minél inkább izolálva van, annál inkább le fogja rohanni Tájvánt. Tehát, hogy hiába mondja azt egy amerikai think tank, hogy ez a megoldás, nem tudjuk, 20 év múlva meglátjuk. Szerintem nem függ a izoláció a sajnos annyira a tajvani kérdéstől, de ugye itt az orosz-ukrán háború kapcsán is erről vitatkoztunk, hogy a gazdasági értelemben nem volt racionális megnyitani a háborút, és aztán mégis megindult. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a gondolkodás egy nagy pofont kapott, sajnos. Örültünk volna nyilván, ha ugye maga a gondolkodás nem kapott pofont, tehát az, hogy minél inkább fáj gazdaságra egy háború, annál kevésbé indítod el, úgy látszik, nem fájt eléggé. Hát nem egy dimenzióval, meg lehet hibákat elkövetni, és akkor aztán alakul a világ utána valahogy máshogy, mint ahogy elképzeltük. Szerintem az van, hogy egyrészt én nem tartom neoliberálisnak ma már a, nem tudom, azt az elitet, amit a von der Leyen képvisel. Szerintem a 90-es években valószínűleg inkább lehettek olyan politikusok, akik tényleg igazán hittek abban, hogy a neoliberális közgazdaságtan az valami mindenható, és hát, hogyha ezt kiterjesztjük. Én egy olyan közegben jövök, ahol ő már neoliberális. Ahol mindenki neoliberális. Értem. Tehát annyira azon az másik oldalon vagy, hogy mindenki más. Hát, akivel felvetődik, hogy van olyan, amiben nem értek egyet, az neoliberális. Ja, bocsáss meg. Akinek van más fizetése, mint valaki másnak, az már neoliberális. Jó, akkor végülis igen, akkor mi Zsoltán is ugye nagy neoliberálisok vagyunk, ha így nézzük. De hogy azt akarom mondani, hogy szerintem is, tehát én egyetértek a Zsoltal, hogy egyébként gazdasági értelemben sem olyan egyszerű a helyzet, kvázi szerintem jelenleg egy ilyen ragadozó árazás van, ha most így le kéne kategorizálni a versenyjogi fogalmakra, tehát ugye ott támogatott dolgok támogatott módon működnek, olcsóbb az energia, de ezt most nem tudjuk kinyomozni, hogy a szénbányák azok éppen hogyan működnek ott Kínában, amiből az áram lesz, amiből aztán majd végül eljut ide az elektromos autó. Tehát hogy tök bonyolult ez a kérdés, de hogy én azt gondolom, hogyha jelenik a döntéshozók helyében, akkor a potenciálisan azt a kockázatot fedezve, hogy egyébként esetleg Kína ellenséges lesz, ami ugye az a rossz szenárió, tehát ezt nyilván senki nem szeretné, akkor én azt gondolom, hogy ezzel a kockázattal kell kezdeni valamit, tehát én abszolút értem ezt az álláspontot. Zsoltal erről sokat szoktunk vitatkozni, ő kevésbé érti, tehát szerintem ez a geopolitikai kérdés, ez most felülírja itt a gazdasági kérdéseket is. Sose felejtsük, hogy a hisztéria fix, tehát hogy és könnyen lehet, hogy mindig az viszi félre a úgymond megoldási javaslatokat. Azért is, és ha már a hisztériáról, meg az érzelmileg túlfűtött kérdésekről beszélünk, ugye itt elhangzott, hogy az Egyesült Államokban a migráció hozzájárul a gazdasági növekedéshez, ami egy gazdasági erőforrás, ez volt a 2100-as távon. Közben az Egyesült Államokban a migráció lett a gazdaság után talán a második legfontosabb témája most ennek a kampánynak, és hát azt szerintem nem kell mondani, hogy a világ ezen részén is azért láttunk már országgyűlési kampányokat, ahol ez egy relatív releváns téma volt. Hogy próbálom provokatívan feltenni a kérdést. Tehát az, hogy a migráció tud gazdasági erőforrást jelenteni, az mennyiben függ össze az, tehát mi az ellenérvetek arra a balos érvre, hogy az a probléma a migrációval, hogy azzal, hogy bejön új munkaerő, azzal a létező munkaerőnek a kitárgyalt kollektív szerződésben lefektetett feltételeit csökkenti az, hogy bejött egy munkaerő, ami nem felel meg ennek a kollektív szerződésnek, ezért lejjebb viszi a munkaerőnek a lehetőségeit. Ez azt hiszem a Sarah Wagenknek az érvelés. De ez teljesen igaz, de ez teljesen helyétálló, hogyha jön be olcsó munkaerő, akkor az jelenleg jó. De szerint ez egy negatív dolog, tehát hogy mi most itt nagyon neoliberálisok leszünk a válaszunkban. De nem, mert ezt én elhiszem, tehát az rossz a jelenlegi, mit tudom én, 100 000
200 ezer forintot kereső valakinek, hogy bejön valaki, aki ugyan a 100 ezerért meg tudja csinálni, mert abba bízunk, hogy ez a 200 ezer szépen növöget, és nem tudjuk, hogy ez hova vezet. Tehát ugye Svájc vagy Svédország, azok olyan országok, ahol folyamatosan nőtt ez az árszínvonal, és akkor Svájcban rohadt drága volt már egy fodrász is. De hogyha Svájcban elkezdenének beáramlani az afrikai fodrászok... Hát elkezdtek. Hát, oda Svájc még... teli van olyanokkal, akik nem ott születtek, Svédország teli van olyanokkal, akik oda születtek. Akkor ez le fog menni, és akkor most föl kell tenni ezt a kérdést, hogy melyik a jobb Svájc, ahol még a... Egyébként a... nem megy le, csak relatíve lentebb megy, mintha nem mentek volna be. Igen. Nem tudjuk abszolút értékben lejjebb megye, de és akkor melyik a jobb Svájc, ahol minden borzasztó drága, viszont a bérek is magasak, ezért meg tudják fizetni, viszont akkor senki más nem tud oda bemenni, csak a leggazdagabbak, mert hiszen más országokban meg csak ők tudják megfizetni, ez a jó Svájc, vagy az a jó Svájc, ami ugye azért illeszkedik Európába, árszínvonal szempontjából is, hogy ez hosszú távon melyik a jobb, hát ezt borzasztó nehéz eldönteni. Nem, az van, hogy szerintem itt annyira, tehát ez a, most legyünk csak gazdasági migrációnak is akár a kérdése, ez annyira, hogy mondjam, társadalmi kérdés, nem akarom annyival letűnni, hogy mi ez, nem értünk, de egyébként nem értünk, de hogy... Senki nem mondja meg, hogy 20 év múlva... Van, aki nálunk jobban ért, de hogy... És azt se tudja a választ. De hogy tényleg papíron egyébként nagyon egyszerű lenne, hogy van egy országod, és azt mondod, hogy leírsz 10 feltételt. Egyébként amikor a Trump hatalomra került először, akkor egyébként próbálkozott ezzel, hogy gyakorlatilag megírta, hogy a mérnök jöhet, a fiatal férfi jöhet, de az öreg férfi nem jöhet. Ez a pontrendszer, ezzel a briteknek az ausztrálok is próbálkoztak. Tehát, hogy igen, és azt akarom mondani, hogy én azt gondolom, hogy ez egy társadalomnak természetesen joga van, hogy leírjon egy ilyet, és az is joga van, hogy aztán azt keményen betartassa, és azt mondja, hogy mi ezt fogadjuk el állampolgárnak, vagy az dolgozhat itt, most nyilván egy különböző szintek vannak. Azt gondolom, hogy nézve a politikát, erre senki nem találta meg, vagy hát a nagy kis országokat nem tudom, de a nagy országok közül egyik se találta meg a választ, hiszen mindenhol kőkemény politikai kérdés a bevándorlásnak a negatív meg a pozitív vetületei. Azt gondolom, hogy tehát mondhatjuk azt nyugodtan, hogy a bevándorlás mindenképpen tud jó lenni, ha ez a rendszer jól működik. Az a kérdés, hogy mi ez a jól működő rendszer. De tudunk olyan rendszert előírni, vagy elméletbe kitalálni, ami azt mondom, hogy persze örülünk annak, ha jön hozzánk ilyen meg olyan ember, mert jobb lesz tőle a gazdaság, mert jobb lesz tőle a társadalom. Tehát ne mondjuk azt, hogy itt egy átváltás van, nagyobb lesz a gazdaság, de biztosan rosszabb lesz tőle a, nem tudom, a társadalmi feszültség, vagy az egyébek. Nem biztos, van jóféle migráció társadalmi értelemben is. Nem vagyok annak a szakértő, hogy leírjam, hogy az pontosan hogy működik, vagy az milyen. Annak se, hogy a rosszról beszéljek, de hogy azt akarom mondani, hogy teoretikusan egyszerűnek tűnik, és hát látjuk a valóságban, hogy nehéz. De azt gondolom, hogy tehát gyakorlatilag ahogy az USA felépült, az valahol azért egy pozitív példa, ezt azért ki kell mondani, tehát hogy a USA az évről évre is egyébként ez így volt 1920-ban, meg 1820-ban, meg reméljük így van ma is, oda folyamatosan jönnek be mindenhonnan emberek. Folyamatosan... Akik olcsón elvégzik ugyanazt a munkát. Igen, de csábítják el, tehát az USA csábítja el a tehetségeket, csábít el nyilván kisebb, majd nagyobb tehetségeket, tehát sokféle embert, de nagyon sok mérnököt és nagyon sok közgazdászt és nagyon sok orvost és nagyon sok mindenféle nagyon nagy hozzáadott értékű embert is. De takarítót is, és akkor lehet nézni, hogy ezzel mi történik. De hogy szerintem összességében az USA az sokáig egy pozitív példa volt, most látva nyilván ezt a társadalmi feszültséget, ami ott van, nyilván most úgy tűnik, hogy ez a kérdés nehezebb, mint mondjuk. Csak úgy, szerintem ez nehéz szétválasztani, hogy ez gazdaság, tehát nem gazdaság ez a feszültség. Tehát szerintem a migrációval nem az embereknek a baja, hogy lejjebb nyomja a, nem tudom, a takarító bérét, hanem sok más. A status quo bias, ahogy megszoktam, a más a bőrszíne. Tehát, hogy annyi rétege van ennek a mondjuk úgy problémának, hogy nem tudod leválasztani, hogy most tényleg amiatt aggódnak, hogy a 200 ezer forintos állást azt már 150 ezer is elvégzi valaki, mert az nem biztos, hogy baj, vagy azért aggódik, mert más a bőrszíne. Illetve most nem akarok az Egyesült Államok aggódó republikánus szavazóinak a szószólója lenni, de szerintem azt mondanák, ha mondjuk J.D. Vance itt ülne, valami olyasmit mondaná, hogy azért van különbség a migráció meg az ellenőrizetlen migráció között. Tehát azt, hogy egy ország nem képes ellenőrizni, hogy ki lép át a határt, az egy más kérdés ahhoz képest, mint hogy gazdaságilag mi a megfelelő mértéke a migrációnak. Szerintem ez megint a hiszti rész, ugye? De nem, szerintem nem. Én erre kiállok. Szerintem az ország működik jól, aki tudja ellenőrizni a határait. Tehát szerintem fekete fej. És Ray Dalio azt mondja, hogy addig jó a migráció, amíg ellenőrizetlen. Ugyanis azok az emberek nem azért jönnek ide, hogy különböző járadékokat vadászanak, hanem azért, hogy napi 10 órában füvet nyírjon, hogy napi 10 órában takarítson, és pörgesse a gazdaságot. Tehát, hogy
És ugye, mert miért rossz az ellenőrizetlen, mert bejönnek a, nem tudom, a terroristák. De ők ellenőrizhet, tehát egy potenciálisan jó világban ők ellenőrizetten is bejöhetnének. Csak akkor már ugye az állam ad nekik valami ellátás, mint ahogy Európában ad neki. Tehát ugye valaki ellenőrizetten bemegy. Igen, így van. Hát nekem tetszik is az európai rendszer. Az amerikaiaknak se nagyon ad az állam ellátást, tehát... Igen, ugye mégis Reed Alio meghozta ezt a különbséget, hogy ő azt szeretné, hogy ide bizony, aki bejön, az kétségbe esetten dolgozzon, mert abból elég áram. Amúgy azt hiszem, hogy szerintem a neoliberális logika az most már a szótáni definíciójához értünk. Ilyen becsmérő definícióm, csak még a migrációról is egy gazdasági része, hogy ugye nem... Tehát az ellenőrzésnek az is a funkciója, hogy tud szelektálni hiányszakmákra akkor az állam, vagy tud szelektálni végzettség szerint, vagy ha azt látják, hogy nagyon kevés asztalos volt idén, akkor tud ezzel valamit kezdeni. Egyébként lenne az állam dolga, ezt úgy megoldja. De nem, tehát hogy az asztalos szintjén egyetértek, de egyébként, tehát érted, elő lehessen írni. Nem csak szakmákat, hanem úgy, hogy azt mondja, hogy végzettséget, vagy... Nem tudom, ahogyan a Trump is próbálkozott még akkor, vagy azt mondod, hogy mások is próbálkoztak, az ausztrálok. Vagy... Nagy-Britanniában volt pont rendszer sor. Igen. Egyfolytában ez van. De nem azt írták el, hogy asztalos, tehát nyilván annál egy magasabb szintű. Az asztalos, hogy 4 pontot kapsz, és hogyha a fogorvos vagy, akkor 6 pontot kapsz. Asztalos, azt meglepne, ha lenne. A fogorvos már jobban áll, hiszem. Mit akartam ezt hozzá? Nagyon fontos, de ne. Valamit a hisztériához. Igen, tehát akkor a migrációt itt... Nem, bocs, megvan. Tehát az, hogy tehát érted most, hogy a politikus el tudja dönteni, hogy tavaly miben volt hiány, akkor biztos jövőre arra lesz szükség. Na, de azt nem tudja, hogy 10 év múlva. Nem, ezeket ilyen nagyon nagy zolvakkel, így van. Tehát aki bejött ide a gyereke, annak mi lesz? Tehát, hogy érted, tehát az a piac mindig megoldja azt, hogy ami hiány szakma van, oda elkezdenek átáramlani a tanárok az aldi. Igen, azért a migrációt nem oldja meg a piac, azt érted, mert valakit beengedsz, valakit nem, az nem tud egy piaci döntés lenni teljes mértékben. De hogyha azok elkezdenek integrálódni, elkezdenek ott dolgozni, elkezdenek ott élni. Ha már ott van, akkor onnantól már piac, de hogy kit engedsz be, az nem egy piaci döntés, az egy államnak egy döntés, amit valahol egy politikus fog megírni, érted? És ami reméljük, hogy hallgat szakértőkre. Ami lehet, hogy egy éves távon egy jó döntés, de 5 éves távon meg 10 éves nehéz, távon. Nehéz döntés, de muszáj meghozni. Tehát nincs más út szerintem. Itt akkor szerintem lassan térjünk át a szűkebb hazánkra. Ugye tulajdonképpen van egy olyan magyar diskurzus, ami arról szól, hogy ha majdnem kimondtam az ember vezeték nevét, de hasonlít a vezeték neve a miniszterelnöknek a vezeték nevéhez. Tehát az, hogyha megtörténik ez a decoupling és szétválnak ezek a különböző nagyhatalmak, akkor az Magyarországnak nagyon rossz lesz, mert itt helyette tudnának összekonnektálni ezek a nagyhatalmak a magyar 90 ezer négyzetkilométeren egymás kezébe csapni, és akkor itt folyna át a kettő között ez a... Most a Huszárvágás című könyvet önöknek, vagy nektek elmondtam, szerintem egy mondatban ez egy nagyon nagy szolgálat, mert így nem kell elolvasni. De hogy mi a baj ezzel a logikával? Fölteszem Álnaival a kérdést. Ugye akkor itt azt tette föl, hogy nem szabad teljesen szétválniuk, de nem szabad ugye integráltak. Mert akkor nem tudnak összecsapni Magyarországon, hanem csak kézbe csapni. Egymásra utaznak összecsapni. Tehát óriási baj van. Tehát, hogy azért ez egy nagyon, nagyon szűk mesdjén mozog ez a húszárvágás, vagy gazdasági függetlenség, most épp az a neve, ugyanennek a dolognak. Én szerintem ilyenkor meg kell nézni Szerbiát. Tehát figyelj, pont Orbán Viktor, és amikor beszélt erről. Nem én mondtam ki. Beszél a függetlenségről, gazdasági függetlenségről, Szerbiát mondta, hogy milyen jó neki, próbálnak az EU-ba belépni, ugyanakkor Kínából bármit rendelhetnek. És akkor meg kell nézni, mi van Szerbiában. Jelzőszer gazdasági függetlenség van, de a Szerbia az egyetlen épkézláb kelet-európai ország, ami szegény maradt, mert nem lépett be az EU-ba, mert nem lépett rá az integrációs útra, nem lett. Romániát meg Szerbiát jól össze lehet hasonlítani. 2000-es évek elején Románia és Szerbia ugyanolyan gazdag ország volt, hogyha GDP per főt nézünk, vagy 2007-ben Románia csatlakozott az EU-hoz, és 2000-es évek elejétől egy meredek román gazdagodás indult meg, a szerbek maradtak ezen a vonalon, most arra Románia 2000-ben. És hogyha Bulgáriát is berakod ebbe? A Bulgária az EU tag, tehát hogy... De hogy ha 3-ba berakod a vonalát Bulgáriát... Bulgária is jó, akkor az közel, tehát a középen lesz, mert Románia az a
fejlődési verseny nyertese, vagy a gazdasági növekedés nyertese, de Bulgáriának meg aztán nagyon sok egyéb baja van, tehát hogy ott meg úgy elfogyott az ember közben, tehát azért nem biztos, hogy az is egy jó összehasonlítás. Itt csak azért, mert én egy nagyon elkötelezett támogatója vagyok a balkáni EU bővítésnek, szerintem ez Magyarország szempontjából egy nagyon fontos dolog, de azért nem mondhatjuk azt, hogy csupán Szerbia hibája önmagában, hogy nem lett EU tag. Tehát csak ezt az egy dolgot akarom kiavítani. Ezt sokkal jobban látod, mint ezt én nem tudom, hogy tényleg. Kinek a hibája, de... Te követed az európai politikának ezt a vonalát? Én azt láttam, hogy amelyik ország be akart lépni az EU-ba, azért benn van. Meg... Igen, de a horvátok azt mondták, hogy egyszerűen 10 000 évig fogják vétózni, ugye etnikai alapon, tehát innen nehéz a be... A... Jó, nem, de Zsolt helyet is válaszolok, hogy ehhez tényleg nem értünk. Nem értünk. Nem tudom, hogy, Igen, tehát mi a gazdaság oldalról megközelítve, nyilván drasztikus különbség van a kettő között. És gazdasági semlegesség, nyilván hát minden gazdasági tankönyv leírja, hogy ez egy jó dolog, csak mi ugye úgy lettünk ilyen, hogy mondjam, vámunión belül az európai országokkal, hogy van egy Európai Unió. Ilyen értelemben mi most ez a tömbhöz tartozunk, nyilván ez nagyon-nagyon megéri, tehát igazából azért vagyunk, úgy is mondhatjuk a Európai Uniónak a tagjai, hogy ez a gazdasági semlegesség, és ez a határ nélküliség, és ez ugye most nem mondom végig, hogy a tőke meg a munkaerő, stb. Szabad áramlása, ez megvalósuljon. Ha ez sérti egy politika, akkor ez valószínűleg rossz a magyar gazdaságnak, hogyha egyébként az egész világ boldogan együtt kereskedne, és nem lennének geopolitikai konfliktusok, én egyébként egyetértek, hát messze az a világok legjobbika. A realitás ma sajnos az, ugye beszéltünk Kínáról, hogy nem ez történik. Az a baj, hogy ezt Magyarországnál, ugye, hogy mondjam, ezt eldöntik az amerikaiak és a kínaiak, hogy lesz-e ilyen, és valószínűleg nem. Sem Magyarország, és nem csak Magyarország, hanem az Európai Uniós országok is sajnos ebbe egyébként kevéssé tudnak beleszólni. De azzal egyetértetek, hogyha bővül az EU, az alapvetően jó Magyarországnak gazdaságilag? Hát persze, hát hogyha egy szomszédos ország csatlakozik, az valószínűleg jó. Egyébként nem fogja ez önmagában olyan megdobni a magyar GDP-t. Tehát most ugye nyilván Szerbiára gondolsz elsősorban, mint környező ország. Albánia előbb áll a sorba most. Oké, de ugye Albánia valószínűleg kevésbé segít, Szerbia egy szomszédos ország. Hát, Én azt gondolom, hogy nem fog érdembe változtatni a magyar GDP-n a szerb csatlakozás. Természetesen, ha bővül a szomszédos országgal, az nyilván segít. Hát minél nagyobb egy gazdasági tömb, annál nagyobb lesz a potenciál benne. De hát ez talán egy katonai tömbnél még jobban tetten érhető. Tehát Oroszország is NATO-tag benne, meg Ukrajna, és akkor nem lenne orosz-ukrán háború. Tehát, hogy azért... Ez a 2004-től 2008-ig ez egy konszenzus volt ez az álláspont? Tehát, hogy Én nagyon örülök, minél több EU tag lesz. Persze aztán vigyázni kell, hogy ne higuljon föl nagyon, ugye Görögország volt egy ilyen példa, de aztán 10 év múlva visszanézünk, és akkor minek örülni fog. Meg hát van egy csomó politikai vetület, amiről most nem fogunk tudni elbeszélgetni. A vétónak a kérdése, stb. A együttműködések. Hogy a EU-s jogot kitartja be, és ki nem, miután bekerült. Tehát, hogy Ceteris paribus. Maradjunk azban, hogy mi minden dimenziót itt nem fogunk tudni lefedni. Tehát nyilván vannak fontos kérdések, amit most itt nem tárgyaltunk. Az Európai Uniónak, és nagyon jól felosztott Görögországot, talán a globalizáció kritikus mozgalomnak így az európai szinten a 2008-as válságot követő időszak volt a felívelő időszaka. Ennek ugye az volt az oka, hogy az volt a konszenzus, hogy akik eddig szakértettek, azok rosszul szakértettek, mert összeomlott minden. Mégis úgy látszik, hogy mind személyileg, mint működésileg azok az emberek, akik a 2008-as időszak előtt részt vettek mondjuk az eurozónának a meghatározó döntéseiben, mindig részt vesznek. Tehát ez... És akkor ebben két kérdésem is van. Az egyik, hogy azzal, hogy a 2008-as gazdasági válságban valójában, és most Bernie Sanders-t fogok idézni, amit életemben nem tettem meg, hogy a 2008-as gazdasági válság mind az Európai Unióban, mind az Egyesült Államokban valójában nem hagyták, hogy kitisztuljon a piac azzal, hogy csődbe menjenek azok a cégek, amik csődet jelentettek. Létrejött az, hogy neoliberalizmus van a szegényeknél, de szocializmus a gazdagoknál, mert őket megmentették állami szinten. Szemforgatás, nem tudom, hogy vette a kamera ezt. Azt hittem, hogy az agyadba akad a szemed. Szerinted ki lett kimentve, amikor megváltották a még nagyobb recessziót? Nem a szegények? Nem a szegények szívták volna meg, hogyha még nagyobb az a recesszió 2008-9-ben? Ők szívták volna meg. Ugye elvileg azért kapták ezeket a nagy pénzeket azok a bankárok, mert futottak egy rizikót, de hát a rizikóba belebuktak. Mégis bónusz kaptak ezeket a következőben. Ezt szét kell választani. Ez sokáig fog tartani. Mondd el a másik vetületét is. Vagy... Igen, tehát ez az egyik, hogy a másik pedig, hogy vagy ez nem az eurozónának volt a hibája,
És nem az eurózóna válsága volt önmagában, az eurózóna válságba került azért, mert volt egy világgazdasági válság, tehát az eurózóna felépítménye önmagában nem volt ezért hibás. Itt csak, hogy a idézetet megtegyem, a Susan Watkins a New Left Review-ba, hogy még a nevét is elmondjam. Szerintem mi nem olvastuk. Igen, de hogy ő fejlődik. Ő ugye azt állít, az ő állítása az, hogy maga a Maastrichti kritériumok okozták a válságot, tehát ennek volt ez a tünete. Hát hadd kezdjem itt, és ez föltette ilyen írásban nekünk kérdéseket, és akkor rögtön szemet szúrt, hogy és szerintem ez ilyen baloldali gondolkodás, de kicsit jobboldali, tehát mindegyik szélnek a tudatában ez van, hogy itt személyek szabják meg a dolgokat, meg hogy valaki kitalálta, és hogy a 2008-9 előtti gondolkozók rosszul gondolkoztak, mert jött a 2008-9, és mégis ott vannak. De semmi közük hozzá. Tehát a 2008-9 egy tök piaci folyamat volt, az emberi mohóság volt az, ami összeomlott, és az, hogy a gazdaság boom and bust, ez így van 200 éve. De hát előtte mondták, hogy the end of boom and bust. Hát elhangzott ez a mondat. Ugye az azért hangzott el, mert úgy gondolták, hogy a jegybankok már akkora szerepet kaptak, hogy már mindent megoldanak, és kiderült, hogy nem tudnak mindent megoldani. Tévedtek. Tehát, hogy az, hogy továbbra, a gazdaság továbbra is boom and bust, az ember az továbbra is kapzsi és mohó, és ezért azért mindent akar. Mindegy, hogy az bankár, vagy a bosnyák piacon az, akitől én veszek, és átcsesz, amikor arra nem tudom, mit veszek tőle, az almát veszem tőle. Tehát ez az emberi jellemző abból fakad, hogy az boom and bust, és az, hogy ez aztán le lesz bontva személyekre, és minthogyha mások lettek volna ott 2008-9-et, akkor másképp alakult volna a dolog, hát a francokat, tehát minden országban így alakult a dolog. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy de Amerikában... De elsősorban Amerikában alakult így a dolog, ami kihatott egy csomó másik országra, és ahol egyébként jobban el voltak adósodva, ingatlanpiac jobban boomolt. Egy nagyon szemben meg egy devizaválság lett, ami teljesen függetlenül 2008-9-től, mégis... Én nem látom, mert kedvelem, de a Király Júli azt mondta a tévében, hogy meg fog állni hegyes halomlád. Én értem, hogy ő azóta azt magyarázza nekem a telefon, hogy ez egy szóbeli intervenció volt, hogy nyugtassa a magyar piacot. De hát mégiscsak azt mondta, hogy meg fog állni. Na de és akkor mi van? Tehát ez csak engem bizonyít, ezek nem személyeken múlik. Ők se tudja, senki nem látja előre a jövőt. De nem, tehát azt mondja a Péter, hogy tényleg valaki elhitte, hogy megállítható. Mert, hogy... Akár elhitte, akár nem, az tök mindegy. Az is egy örök dolog lesz, hogy embereknek teljesen fals elképzeléseik vannak a jövőről. Az is mindig így lesz. De nem szerintem, tehát egyrészt igazad van, tehát én se szeretem azt a világnézetet, hogy itt vannak ilyen nagyon konkrét felelősök, akik nagyon akartak valamit, és döntöttek, és ültek valahol, és eldöntötték öten. Tehát nem ez volt? Tehát így, nem mondom, hogy mi minden háttérhatalmi egyezményről tudnánk, hogyha így lenne. Amennyire belelátunk a pénzügyi világba innen Magyarországról. Nem ez történik. Hát így, szerintünk nem így működik a világ, hanem tényleg az van, hogy nagyon sok szereplőnek egyébként vannak, tehát én azt vállalom, hát ezt ki kell mondani, hogy vannak hibás döntések. Hogyne? A szabályozók hibáztak. Aki devizahitelt adott Magyarországon, utólag tudjuk, hogy hibáztak. De egyrészt ugye ez a baj a jövőbeli tippekkel, hogy nem tudod megmondani. Tehát most is beszélhetünk a magyar államadósságról, hogy az sok vagy kevés, nem tudjuk. Ha a jövő évben a német ipar az még lefele megy, USA recesszióba kerül, akkor hirtelen úgy fog tenni, hogy úristen, az elmúlt 5 év költségvetési hiánya akkor államadósságot teremtett, hogy ez fenntartatlan. Ránk omlik, és akkor azt mondjuk, hogy hibáztak. Mint 2008-9-ben. A másik irány ez az lesz, hogy egyébként nincsen semmi gond, mert egyébként arról van szó, hogy nő a gazdaság, USA-ba megy tovább 2-3%-kal a gazdasági növekedés. Németország talpra. Kína ugye stimulál, Németország talpra, és akkor felmehet az államadosság, és nincsen semmi. Tehát ugye az a baj, hogy ezt így utólag tudjuk rekonstruálni. Egyébként volt múlság, egyébként hibáztak emberek. Igen, a bankok azt gondolom, hogy túlságosan óvók voltak és kockat váltalak. A szabályozók szintén hibáztak. A hitelfelvevők szintén. Hitelfelvevők is, aki igen, természetesen. Aki egy többet akart, és felvett ezért, és sokkal kockázatosabb. És ez Amerikában és Magyarországon is igaz. De hogy az, ahogy kérdezed, hogy le lett-e váltva az a szakma vagy elit, egyébként arra van egy ilyen szubjektív válaszom, hogy a szakmákat így nagyon nehéz ide váltani. Tehát, hogy abban a bankban bedolgoztak, meg beszéltél, hogy bónuszt kaptak, azzal az van, hogy van egy piaca, és hogy az nagyon nehezen tud megváltozni, hogy abban azon a nem tudom, amerikai befektetési bankári piacon nem tudom, dolgozik 50 ezer ember, most mondtam valamit. Lehet, hogy ők megcsinálják a válságot idézőjelben, mind az 50 ezeren együtt, meg még a sok százmillió ember a világon együtt,
És akkor mi történik? Oké, egyébként... Leváltod. Egyébként az, hogy kimentettek, azért azt tisztázzuk, hogy sok kimentés úgy működik, hogy előtte nulláz a részvény árfolyam. Tehát a befektetők azért rengeteget buktak. A tulajdonosok, a bank tulajdonosok, azok lenullázták. Igen, tehát sokszor, amikor beszáll az állam, akkor ugye most nem megyünk bele a technikába, de az úgy szokott, hogy tőkét emel, kiigulnak a régi részvényesek. Görögország egy jó példa, Görögországban háromszor lehetett nullázni az összes bankon. Tehát még mindig ugyanúgy hívják a bankot, mint 15 éve, és mondhatod, hogy mindig ki lett mentve a görög bank, de valójában, aki befektetett a görög bankba, először 2007-ben az csődbe ment, nem tudom, 3 év múlva, aztán ha megint befektetett, akkor csődbe ment megint 3 év múlva, és még egyszer. És ezek nem valami hipotetikus... Ezzel ellentétben a Varufa kész, hogy még egy nevet mondjak, amitől elindul valamilyen a nyugati impulzusotok valamilyen irányba, azt állítja, hogy azok, akik valójában a tulajdonosai voltak ezeknek a görög bankoknak, azok németek és franciák voltak jelentős részben, és nem buktak érdemben ezen. Nem tudom elképzelni. Hát nehéz. Figyelj, mi a részvény árfolyamot, ha nézzük, akkor az volt. Nekünk, X és lett nulla. Nem csak németek és franciáknak volt a görög bank, nekünk, nekem speciál pont most van görög bankom. Tehát ez nem az OTP bank. Neked akármennyi darab OTP bank részvényed lehet, tehát akármekkora tulajdonos lett az OTP-ben, és akkor pont ugyanolyan tulajdonos leszel, mint az a német, nem tudom mi, biztosítótársaság, aminek szintén van OTP részvénye. Persze neki sokkal több lesz, de te ugyanúgy tulajdonos vagy, és ugyanúgy lenullázod, és neked ugyanúgy fájni fog, hiába sokkal kisebb pénzen nulláztál, mint az a német biztosító. Ezek nem ilyen, ezek nem, tehát, és megint ott vagyunk, hogy ilyen elképzelt háttérhatalmak azok, akik mindent manipulálnak. Ez, itt mi vagyunk azok a görög bank tulajdonosok, akik aggódunk, hogyha megint csődbe mennek a görög bankok, hiába mentik ki, a mi részvényeink lenulláztunk. Mi tényleg görög bank tulajdonosok vagyunk. Van a Soros Györgynek egy dokumentumfilm a 2008-as válságról, ami nagyon jó, ezt az Origo, ha megnézi ezt a beszélgetést, mondom újra, hogy Soros Györgyet dicsértem valamilyen kontextusban, amiben van egy tanulmány, ami az izlandi tőkepiacról szerepel az elején, bevágják az embert, aki megcsinálta a tanulmányt, és bevágják a legvégén, és az volt a tanulmánynak az eredeti címe, hogy The Stability of the Icelandic Financial Market, és hát összeomlik közben, azt hiszem Izland talán 2008-ban az először omlik, vagy hát ez egy nagyon drámai összeomlás van, és beleírta a címbe, hogy instability, és ugyanúgy megkapta érte azokat a pontokat, amiket a publikációért megkapta. Most az, hogy Soros Györgynek milyen szándékai voltak a közgazdás szakmáról így beszélni, azt nem tudom, de gondolom ő jobban ért hozzá, mint én feltételezem. Én megmondom, az, hogy senki nem tudja előre, hogy senki nem ért hozzá, hogy tehát ezek kitalálhatatlan dolgok, utólag lekorsolhatod, és megpróbáld megkeresni a hibásokat, de valójában nem lehet. Tehát hogy ennek ez az üzenete szerintem. Hogy ezek a világ legtermészetesebb dolga, a boom and bust, hogy az ember kapzsi, mindegy, hogy az bankár, mindegy, hogy bosnyák téri eladó, mindegy, hogy az politikus, ez van. Jó, és akkor teljesen off-script még a végén egy dolgot szeretnék, mert nekem szemben nagyon, hogy mondjam, boldog dolog, hogy végre valódi neoliberálisokkal beszélhettek már ezt a fejemben, meg sokat hallottam róluk már, talán miniszterelnök úr, azt hiszem, most ha kimondhatom a nevét, most már nem mindig így csinálja, de egy idő, ugye van a nagy politikai szerelme Angela Merkel iránt, ami egy hosszantartó dolog. És Angela Merkelnek a fő gazdaságpolitikai dolga, ez a Schwarz Null volt, beleírták az alkotmányba is, és mindig ki kell egyensúlyozni a költségvetést. Egy ideig ezt Magyarország is tartotta, értem már nem, de egy ideig tartotta. Egy ideig ez divat volt. Tehát ezt nagyon be is tartatta az Európai Unió. Most, ha végignézünk, nem igazán tartatja be már senkinél. Tehát a franciák se csinálnak 3%-ot, az olaszok azt hiszem most pont igen, de általában nem szoktak. A románok, a magyarok. Igen, tehát hogy alapvetően nincs 3%-ot. Jó ez a 3% fétis, vagy ez, tehát igaza van ebben Angela Merkelnek, ez a kérdés. Én ezt szívesen. Tehát, hogy ugye most egy kicsit szakmai leszek az elején, tehát azt szoktuk mondani, hogy az elsődleges hiánynak, majd mindjárt mondom, az mi, annak nem szabad ugye negatívnak lennie. Tehát az elsődleges hiányon túl vannak a kamatfizetések, tehát a már meglévő államadósságon a kamatfizetések, azok vihetik negatívba ezt a számot. Azok nem számítanak, de azért nem számítanak hosszú távon potenciálisan, mert hogy van infláció is a gazdaságban, és a kettő a gazdasági növekedéssel együtt kiüti egymást. De kamat nélkül érdemes tartani ezt a nullát. És akkor a 3%-ról. Szóval azt mindenki érti, hogy az nem jó, hogyha ez a szám fenntartatlanul magas. Ugye potenciálisan ugye ez eredményez államcsődöt, ami általában úgy szokott bekövetkezni, hogy sokszor devizaválságba kerül egy ország. Most abba is belemeltünk, hogy egyébként nagyon más ugye adósodni, hogy saját devizába adósodsz el a saját háztartásidnak, vagy külföldi banknak egy másik devizában. Utóbbi sokkal kockázatosabb, mint előbbi az államháztartás szempontjából.
de az, hogy a németek ilyen szigorúak, abban ugye az van benne, hogy hogyha az ember ezt elengedi, és azt mondja, mert ugye egyébként logikus azt mondani, hogy nehéz időkben stimuláljunk jobban, legyen nagyobb költségvetési hiány. Ugye ezt adja is magát, mert ha belegondolsz, hogy úgy működik a gazdaság, hogy munkanélküli segélyt, és azt kap, aki munkanélküli. Ez az ellenciklikus, amit mondasz, hogy... Anticiklikus, ezt úgy hívják még, hogy ilyen stabilizátorok a gazdaságban, tehát ugye válságban több a munkanélküli, több munkanélküli segélyt fizet, az állam fizeti ki, tehát több lesz a hiánya. Tehát, hogy alapvetően ez az, hogy van benne egy ilyen ciklikusság, ez egy tök logikus dolog. A kérdés az, hogy ugye emberek vannak emögött is, nem egy, hanem sok, de azért ugye el tudják rontani, és hogyha nagyon nagy hiány csinálsz néha, akkor nagyon eladósodhatsz, és az problémához vezethet. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez egy hüvelykúj szabály, a nulla is, meg a három is, tehát hogy ezek arra vannak, hogy így ne szállj el nagyon. De ha nagyon okosak vagyunk és ismerjük a jövőt, akkor néha mondhatjuk azt is, hogy néha elszállhatunk jobban, mert nagyon nagy szükség van rá. Néha meg kell csinálni pluszt is, hogyha meg olyan nagyon jó idők vannak. Ha vannak országok, ahol 200% az eladósodottság, Japán is nem probléma, van ahol 80% és probléma. Tehát hogy, nem nagyon van értelme egy-egy számhoz ragaszkodni. Tehát ez volt a Schwarzschild lényeg, hogy egy számhoz ragaszkodni. Igen. Hát... De hogy azért, de néha azért jobb egy számhoz ragaszkodni, mert hogy akkor kevesebb a hibázás esélye. Úgy is mondhatnám, hogy nem is tudom, ha emberi példát kell mondani, hogy felelőtlen embernek azt tudod mondani, hogy mondasz neki egy szabályt, hogy mindig nem tudom, mindig elveri a pénzét a kaszinóba, és akkor mondod neki, hogy az a szabály, mostantól csak heti egyszer mehetsz el, és csak 10 000 forintot tehetsz fel a kaszinóba. Tehát valami ilyesmi, hogyha meg egy valaki, akiben megbízol, mert azt mondod, hogy hát úgysem megy el magától a kaszinóba soha, ha meg elmegy, akkor úgyis annyira fél, hogy nem tesz fel soha semmi pénzt, akkor ugye ilyenek a németek, akkor arról van szó, hogy akkor azt mondod nekik, hogy nekik nem is kéne szabály. Tehát igazából a németeknek nem kéne szabály, mert a németek ugye a kultúrájából fakadóan betartják, és olyan országok, akik meg elszállnak, ott meg inkább kéne szabály, mert hogy ugye a felelőtlenebbnek azt mondod, hogy figyelj, tartsd már be ezt a szabályt, hogy ne legyen nagy hiány, most nulla elsődleges hiány, vagy 3%-os költségvetés, most mindegy. De hogy mondod azt a másiknak, hogy van egy szabály, hogyha te meg nem tartod? Az már egy politikai kérdés. Igen. Tehát ugye ezt mondták, tehát elhangzott az a mondat, hogy azért nincs Franciaország ellen kötelezettségszegési eljárás, mert nem tartotta be, amikor még mindenki betartotta, Juncker azt mondta, mert az Franciaország. Ez így, tehát ez a mondat így elhangzott. Hát... Igen, táncoljunk ki azzal, mert tényleg ez nem a mi szakmánk, tehát itt a kontextust érteni kéne. Most végig kell nézni az elmúlt 20 évben kinek mit engedtek, meg mit nem, meg akkor éppen ki volt a döntéshozó, tehát... Nem akarok igazságot tenni, de nem tud igazságot tenni. Az egy algoritmus, hogy 3% legyen a szabály, mert lesz ember, akinek ez muszáj, tehát a közlekedés is ilyen. Tehát a piros lámpa az esetek 95%-ában jó, ha betartod. De ilyen háromkor tök hülyeség, amikor egyedül vagy a városban, tök hülyeség betartani, mégis azt mondjuk, hogy tartsd be, mert tartsd be, mert úgy egyszerűbb az élet. És akkor még azért, tehát nem vezettük végig a gondolatot, ugye azért fontos. Vagy miért van itt az Európában? Azért, mert össze vagyunk kötve. Most Magyarország kevésbé, de az eurozóna országai. Tehát ugye arról van szó, hogy itt van egy közös jegybanki politika, és ugye akkor nehéz, amikor a déli országok azok azt szeretnék, ilyen volt a 2010-es évek, meg a déli országok válság, a Görögország válság. A déli országok azt szerették volna, hogy iszonyatosan segítsetek, nagyon stimuláljatok, nagyon nagy bajba vagyunk, most fel kell nyitni a gazdaságot, engedjetek nagy költségvetési hiányt. Az északiak meg egy másik ciklusban voltak, és ugye ők meg mást vártak. És ugye ezért kellenek, vagy találtak ki valaki ezeket a közös szabályokat, hogy jó lenne, ha valahogy így közösen elfogadnánk dolgokat, mert akkor kevésbé lehet baj. De egyébként az Amerikán belül is lehet. Tehát, hogy a, nem tudom, Arizonában, meg Kaliforniában, nem tudom, más a gazdaság, és az egyik azt szeretné, hogy stimuláljuk a másik meg. Tehát egy amerikai egy bank van, egy dollár van. Magyarországon ez könnyen megfogad. Tehát mit a Nyíregyháza azt szeretné, hogy folyton stimuláljunk, mert ott nincs más lehetőség, mint hogy stimuláljunk. Budapest meg nagyon elma stimulus nélkül mégsem lesz az. Tehát mégis lesz egy egységes szabály. És akkor egy utolsó kérdés téma, és utána sajnos lejár az időnk, ez Németországgal kapcsolatos szintén. Nem belemenve korábbi pártcsaládi társainknak a teljesítményét meg, hogy hogy áll, de azt hiszem, hogy egy kimondható konszenzus, hogy a német gazdaság nem teljesít a legjobban magához képest. Látható-e bármi olyan jel, hogy ez meg fog változni, illetve hogyha ez nem változik meg hosszú távon, az mekkora probléma nekünk? Szívesen elkezdem ezt is. Hát igen, tehát igazából a német gazdaság az 2020 óta, tehát vagy mondjuk úgy, hogy 19 óta, tehát az elmúlt 4-5 évben nem nő. Nincs GDP növekedés. Európa többi országában azért általában inkább van. Ha legalább néhány százalék van, ahol 2 személyű.
Ilyen szempontból ugye meglepetés, 2010-es években ahhoz szoktunk, hogy Németország az a hősies, aki kihúzza Európát a nehéz helyzetből, és az erős ipar, a német precizitás és mérnökök, azok majd így megmentenek minket. És valóban baj van, tehát, hogy ez a modell, ha azt várjuk tőle, hogy szerintem összeomlani nem fog, de az, hogy ez adja a növekedés motorját, itt két dolog van, van egy ciklikus probléma, van egy strukturális probléma, és a ciklikus az jön abból, hogy most épp gyengék a gazdaságok, mert kaptak sokkokat, mert a fogyasztók nem fogyasztanak annyit, amennyit egyesek szerint kellene, ha mindig a növekedésbe gondolkodnák. Legalább a németek egyébként magas szinten stagnálnak, tehát ilyen szempontból azért nincs panasz, de hogy van egy ilyen sima ciklikusságból fakadó dolog, amit okozott az, hogy jött egy energiasok ugye a háborún keresztül, és hogy egyébként az ipar az kínálati oldalon ugye nagy pofont kapott azzal, és akkor most lehet nézni, melyik ipar, ugye a vegyipar, a papíripar mondjuk, ami ugye nagyon energiaigényes, meg függött az orosz gáztól, az nagyobb pofont kapott, mint nyilván a iparnak bizonyos szegletei, amik meg nem annyira voltak energiaigényesek. És akkor ugye van egy ilyen típusú probléma. És akkor van egy inkább, ami ilyen strukturális, az a veszélyesebb, mert a ciklikussal az a jó, hogy az úgy vissza tud majd fordulni, tehát majd mindig vannak jobb meg rosszabb idők a gazdaságban, ez a természetéből fakad, mint ahogy az ember is néha muhóbb és néha kockázatkerülőbb, amiről a Zsolt beszélt. És az a nagy baj, tehát azokról érdemes szerintem többet beszélni, ezek a strukturális gondok, azok, amik ahhoz kötődnek, hogy mondjuk a német autóipar, nyilván ez tényleg unalomig ismételgetett, de mégis látni kell, hogy egyik legnagyobb szektor, nagyon-nagyon sok autót tudtak eladni a németek, Kínába is nagyon sok autót tudtak eladni, és egyrészt mondjuk, ha nem tudom, most láttam ilyen statisztikát, most nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk, ha 4 millió autót adtak el évente külföldön, akkor most eladnak csak 2,5-3-at, a kínaiak meg eladtak 1 milliót, és most eladnak 6-ot. Tehát, hogy de azért, ezt nem tudjuk, mert... hogy ez strukturális vagy ciklikus. Nem, igen, de szerintem biztosan van strukturális része is, hiszen egyszerűen megtörténik az, hogy a belső égésű motorokról részben legalább átállunk elektromos autókra. Azt nem tudjuk, hogy... Tehát ugye vannak ennek az a képe, hogy volt a belső égésű motor, vége van, és jön az elektromos autó, és ez egy ilyen átmenetben vagyunk. Szerintem ekkor ez nem így van. Strukturális, mert a németek lemaradtak. Nem, akkor is strukturális, ha csak szépen lassan egy szintig átáll. Tehát ha csak a felére áll át, ja, már persze, akkor is, persze. Csak akkor kisebb a probléma. És szerintem erről van szó, hogy nem az, tehát én azt gondolom, hogy én nekem valahogy nem az a világképem, de ugye ez ma még vita kérdése, hogy szerintem lesznek sokáig például hibrid autók, mert annak is van racionalitása, stb. Tehát én nem gondolom, hogy arról állunk át, hogy szépen minden elektromos lesz hirtelen, mondjuk 2035-től nem lehet. Most erről is beszéltünk, ugye, hogy van ez a potenciális szabály, hogy majd nem lehet belső égésű motort eladni, mert át kellene elektromosra, szerintem az például nagyon túlzásnak tűnik, vagy nem tudom, vészesen közeleg az a 2035, és hogy azt akarom mondani, hogy ugye itt ez az átállás, ez nyilván ez egy strukturális problémát is okozott, mert a kínaiak ebben a pillanatban egy csomó szempontból versenyképesebbek, és ezért volt ez a két szám, amit mondtam, hogy megfordul. De ugye is ez akkor strukturális probléma, hogyha feltételezzük, hogy azok a mérnökök, azok a autógyári munkások, akik most a benzines autókat gyáron dolgoznak, azok nem fognak tudni átállni 5-10 éves időtávon valami másra. Fia, az 5-10 évet én már strukturálisnak hívom, tehát hogyha 5-10 évig baj van, akkor az már elég hosszú. Most lehetett 4. De akkor ebből még 5-10 év lehet, hogy hátra van. Hogy ez egy probléma, és akkor a kérdésem második felére még, tehát hogy ez nekünk egy jelentős probléma, mert a mi gazdaságunk nagyon nagy van. De bocs, nem csak az autóipar, tehát a tech szektor, tehát hogy azért itt sokdimenziós ez a probléma. Tehát az, hogy a világban a tech szektornak a súlya értékel, felértékelődik. A németek nem ebben versenyképesek, ebben az amerikaiak sokkal versenyképesebbek. Bizonyos tekintetben úgy tűnik, hogy vannak ázsiai országok, akik versenyképesebbek. Tehát, hogy volt egy folyamat, hogy a németek, tehát mi történt? A németek rengeteget adtak el Kínában, most is rengeteget adnak el, de hogy úgy tűnik, hogy ez ilyen relatív értelemben csökken. Egy csomó fejlett terméket, ami valamilyen mérnöki tudáshoz kapcsolódott, gépeket adtak el, gyártósorokat adtak el Kínában, nem tudom, gyógyszerekhez kapcsolódó dolgokat adtak el Kínában. És mi a probléma, hogy Kína egyrészt megtanulta ezeket egyrészt gyártani, igen. És vannak olyan területek, amik nem csak az, hogy kiváltották, tehát Németország nem adja el, és ez az autóipar, ugye azért nagyon más, nem tudunk oké napelem, de azért még nem az van, hogy a kínaiak a fejlettebbek a németeknél, azért ez messze nem igaz, de hogy egy csomó szempontból, ugye, vagy van olyan, ahol már erősebbek, vagy versenyképesebbek. Ugye most az elektromos autónál ugye így néz ki, hogy ugye nem ott a... olcsóbbak. Sokkal olcsóbbak, sokkal többet gyártanak, ezért olcsóbbak. Igen, nem azt mondom, hogy a high-end piacon erősebbek, hanem azt mondom, igen, hogy olcsóbb. Hát a számok azt mutatják, hogy éppen a kínaiak adnak el itt több elektromos autót, és nem a németek Kínában. A belső égésűnél meg nyilvánvalóan teljes mértékben fordít volt, a kínaiak nem adtak el itt belső égésűt.
Tényleg adtak el? Hát akkor nem. Nem, hogy van. Tehát a belső égési motorban továbbra is a német ipar az, ami vezeti igen, a világot. Csak néztem statisztikát, hogy 5 év alatt a felére csökkent, hogy a németek mennyi belső égési motorban. És ha kint visszatérve Magyarországra, igen, Magyarország nagyon ki van téve a német iparnak, és nagyon sok olyan ábrát láttam, hogy a német IFO index, ami a beszerzési menedzser index, az, hogy a német cégek beszerzési menedzserének milyen a hangulata, azzal mozgott együtt a magyar gazdaság, ezt láttam olyan 5 éve körülbelül az ilyen ábrát. Szóval, hogy igen, a magyar gazdaság nagyon ki van téve, az autógyártás nagyon ki van téve, egy csomó műszaki gép összeszerelés van Magyarországon, az is nagyon ki van téve, igen, ez probléma. Én nem aggódom a német gazdaság miatt. Tehát, hogy én most a magyar miatt aggódtam, emiatt. De ugyanis annak a deriváltja a magyar gazdaság. De miért nem aggódsz a németnél? Tehát az a kérdés, hogy mit akarunk. Tehát a németek, és most lelfilozofáljunk a nagyon hosszan. Minden, és hiszti van. Tehát, hogy de nem, hogy... nem, tehát ez az, hogy van sokkal. Valahogy hívsít majd a címbe, remélem, mert sikerült. De hogy azt akarom mondani, hogy tehát a zöld átállás is, hogy tehát a németek iszonyat pénzt rászántak a zöld átállásra, ami bizonyos szempontból szerintem ugye nem hatékonyan van elköltve. Ez is része annak, hogy egyébként ők nem nőnek, mert valami másra akarnak költeni. Valamilyen, ma még úgy tűnik luxus dologra, másik oldalról meg egy nagyon alapvetésre, hogy enyhíteni akarják a klímaváltozásnak kockázatát, ami nagyon jogos, csak ha mellettük ugye ezt nem csinálják mások, akkor ugye nem sok értelme van. Érdekes, hogy a németek ezt megpróbálták. Valószínűleg így a határhaszna annak, hogy ők elköltenek egységnyi pénzt, ez így mennyire térül meg akár klímaváltozást, tehát most nem pénzben akarom a beruházás értékét nézni, hanem klímaváltozás visszafordításban, vagy klímaváltozás problémájának leküzdésében, akkor arra is azt tudom mondani, hogy valószínűleg nagyon-nagyon hatékonytalan. És ezzel a német politika most meg is küzd, tehát nyilván a 2019-es, akkor voltak ugye Európai Uniós választások. Igen. A Európa Parlamenti választások, akkor ugye az volt, hogy a zöldek és a szocialisták inkább előre törtek, vagy a liberálisok, most ugye egy kicsit fordítva, most nem súlyozottak át annyira dolgok itt 24-ben, de azért inkább ugye szűkült a német politikában, meg talán a legextrémebb, ahol ezt a hatást láthatjuk, tehát a társadalom is ezek szerint felveti azt a kérdést, hogy lehet, hogy túltoltuk-e. Ami a szomorú kérdés természetesen az, hogy közben a klímaváltozásnak ez a vita nem sokat adott. Én lassan itt le is zárnám ezt a beszélgetést, amit nagyon élveztem. Susan Watkins e-mail címére el fogom küldeni, hogy értesüljön a kritikáról, amiket a második kritériumról való állításai kaptak. Úgyhogy számítsatok egy hosszú olvasói levélre. És nagyon köszönöm, én sokat tanultam, meg nagyon élveztem. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!